Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag egy fontos, de igazából annak ellenére, hogy ez egy fontos téma, egy ritkán használt feladattal fogunk foglalkozni, méghozzá a felhasználó kezeléssel. Miért mondom azt, hogy ritkán használjuk? Azért, mert gyakorlatilag felhasználót nem hozunk létre naponta, felhasználókat nem törlünk naponta, nem helyezünk be egy csoportba, vagy távolítjuk el a csoportból. De ennek ellenére ez egy fontos téma, azt a pár parancsot, logikus, beszélő nevű parancsot érdemes átgondolni, amiről beszélni fogok. Ami nagyon fontos, a Linux több felhasználós rendszer, azaz annyi felhasználót tudsz te hozzáadni, ahányra neked szükséged van. Ez egy fontos dolog, és ezek elkülönülve dolgoznak. Azaz, hogyha van egy Laci felhasználó, és van egy Kati felhasználó, a kettő egymás dolgaiba be nem tud lépni, egymás dolgaihoz hozzá nem tud férni. Azaz, a felhasználók egymás állományához, egymás adataihoz alapesetben nem férnek hozzá. A másik, amit érdemes tudni, és már használtuk is, és a legtöbb rendszerben ott van, a root, azaz az emelt jogú rendszergazdai felhasználó. Ez egy olyan ember, akinek mindenhez van joga. Azaz, abban a pillanatban, amikor te átlépsz sudo-val vagy su-val rendszergazdai jogosultság szintjére, abban a pillanatban ki tudsz bármit törölni, rendszer dolgokat is, és felhasználói dolgokat is. Át tudod írni a használó felhasználónak az adatait, bele tudsz írni a doksiaiba, annak a jogait, elrendezését és egyebet meg tudod változtatni. Azaz az emelt jog, emelt felelősséggel jár. Tanuljuk meg, hogy mi a saját felhasználói nevünkkel, annak a jogosultságával, annak a keretein belül kellene mindig dolgozni. A másik dolog, amit érdemes tudni, hogy minden user, felhasználó legalább egy csoportba beletartozik, de beosztható többe is, azaz egy user, a Laci felhasználó, az bizony legalább egy fél tucat csoportba bent van. Ezek a csoportok dinamikusan változtathatóak, azaz be tudom rakni a felhasználót egy csoportba, ki tudom venni, csoportot létre tudok hozni, és a csoportokban lévő embereket adminisztrálni tudom. Ők egymásnak tudnak adni jogokat, azaz, hogyha bent vagyok a felhasználói csoportba én is, meg egy másik is, akkor én meg tudom mondani, hogy a csoport tagjai az én dokumentumjaimat elérhessék, olvashassák, módosíthassák, vagy esetleg még futtathassák is, vagy beléphessenek az én könyvtáromba. Az a rendszer, amit a Linux használ, az nagyon fejlett és nagyon kényelmesen adminisztrálható, de át kell gondolni, hogy kinek milyen jogokat adunk. A user, azaz a tulajdonos, a felhasználó a saját dolgaival szabadon rendelkezik, máséval alapesetben nem. Ezt mindig jegyez meg. Ha te létrehozol, te, mint alapfelhasználó, mondjuk Laciként létrehozok felhasználót, egy másikat, mondjuk legyen ennek a neve Kati, akkor annak a dolgaival hiába én hoztam létre, emelt joggal is létrehoztam, nem fogok tudni belépni Laciként az ő könyvtárába. Egy user, egy felhasználó, egy konkrét, kőkemény szabályrendszert tartalmaz, amihez a másik csak akkor fél hozzá, ha maga a felhasználó, akié az a tulajdon, vagy a root, azaz az emelt jogú emberke engedélyt ad. A user a csoportjainak a dolgaival rendelkezhet, tehát hogyha én beletartozok a felhasználói csoportba, akkor a dolgaimmal, tehát az én dokumentumommal szabadon rendelkezhetek, megoszthatom a csoporttal, vagy esetleg megoszthatom az összes emberkével, aki be tud lépni a gépbe. Erre is figyeljünk, tehát saját, csoport és a többiek. Ezt a hármast mindig vegyük figyelembe. Azt is tudni kell, és én ebbe belefutottam, hogy én, ha bent vagyok egy A csoportba, grupba, akkor nem tudok olyan engedélyt adni, hogy más
hozzáférjen, aki nincs abba a csoportba, csoportszintű jogosultsággal, tehát mindenkinek adhatok olyan jogot, hogy hozzáférjek. Tehát át kell gondolni, hogy milyen csoportokba rendezgetem be az embereket. Egyébként nem nagy dolog, észre fogjátok venni, hogyha én és a Kati külön csoportba vagyunk, nincs külön olyan egyező csoportosulásunk, csoportunk, amibe hát én jogot tudok adni neki, hogy az a csoport az hozzá tudjon férni, akkor megadom a parancsot, hogy létrehozok egy közös nevű csoportot, belepakolom mind a kettőnket, és akkor meg tudom mondani, hogy a közös csoport hozzáférjen a doksiaimhoz, és ezzel kizárom azt az összes-összes felhasználót, kivéve a rútot, mert ő neki mindenhez van joga, hogy hozzáférjen a dolgaimhoz. Erre figyeljünk, hogy mindig a saját gondolatainkat, saját akaratunkat és szándékunkat osszuk meg a másikkal, és úgy alakítsuk ki a csoport dolgait, a csoportokat és a felhasználókat, ahogy logikus, erre igazából nem lesz neked szükséged, hiszen gyakorlatilag egy vagy két felhasználós az, amiről beszélünk, azaz a Linux rendszeret, hogyha otthon használod te, a családtagjai, maximum egy pár ember, és ezt nem kell túlzásba vinni. Erről is egy picit szóltejtek, hogy azért miért kell ezt ismerned. És egyetlen egy fontos dolgot szeretnék megemlíteni. Általában a csoportokat úgy gondoljuk el, a gruppokat úgy gondoljuk el, hogy azok ilyen emberek csoportjai, azaz létrehozol egy család nevű csoportot, amibe belerakod anyut, aput, a gyerekeket, és ők abban meg tudják egymással osztani a dolgaikat, és a vendég, aki nincs bent a család csoportba, az nem fog hozzáférni a család csoportnak megosztott dolgokat. Nem csak ilyen csoportok, gruppok vannak, hanem például van olyan, hogy LPR, vagy akármilyen nevű csoport, grupp, aminek az a tulajdonsága, hogy aki bent van, az nyomtatni tud. Azaz ne csak emberek által birtokolt csoportok, hanem egy-egy funkcióra is létre lehet hozni csoportot, azaz akit nem helyez bele a rendszergazda, vagy hát jelen esetben temette, vagy a rendszergazda az LPR csoportba, az nem fog tudni nyomtatni. Én azért tudom ezt, mert egyszer belefutottam abba, hogy én a saját gépemen nem tudtam CD-t írni, DVD-t írni, mert automatikusan nem rendelte be a én felhasználómat a CD-ROM nevű csoportba, aki tud CD-t, illetve DVD-t írni. Azaz erre nagyon figyeljünk, ha valamilyen funkcióhoz, például a nyomtatáshoz nem férünk hozzá, vagy esetleg agresszíven mindig az kerül, hogy hát létszves rendszergazdaként elvégezni ezt a munkát, akkor gondold át, hogy hát ha egy csoportban nem vagy bent, amiben benne kéne lenni annak a munkafolyamat elvégzésére. Ilyen csoportok is vannak, nem csak olyan, hogy család, meg tanárok, meg diákok, meg a 6. B osztály csoportjai. A alapjogok kezelésével, tehát hogy nekem mihez van jogom, a csoportnak hogyan adok jogot, vagy hogyan engedélyezem azt, hogy mindenki futtathassa az én állományomat, vagy hogyan engedélyezem egy másik felhasználónak, hogy belépjen az én könyvtáromba, nem az én nevemen, az én könyvtáromba, azt majd a későbbiekben meg fogjuk beszélni szintén alapszinten. Azaz legfontosabb teendőnk az, hogy bizony ezt érdemes átnézni. Egyszer, pontosan egyszer átgondolni és kipróbálni. Oké, felmerül a kérdés, ha én egyedül használom a gépet, akkor mi az össznek ezzel killodni? Minek ez a tudás, hiszen én vagyok és használom a gépet. Ha jön az unokaöcsém, ide engedem a gépet, aztán kalapkabát használja az én nevemen, aztán ennyi, semmi probléma nincs. Egy felhasználós módban használom a saját gépemet, hiszen az enyém, és azt csinálok vele, amit akarok. Igaz? Általában így gondolkodunk. Van egy felhasználói nevünk, amit telepítéskor megadtuk, és nem hozunk létre sem csoportokat, sem pedig felhasználókat, hiszen ez olyan idegen, hát minek külön-külön, hát a gépet ki el fogja lopni a leveleimet, az XYZ anyukád, vagy éppen a gyereket, hát nem valószínű, bár ott is érdemes létrehozni csoportokat, illetve felhasználókat, hogy azért nem belelátunk a másik magánéletébe. Tehát, ha én egyedül használom a gépet, akkor mi az össznek az egész? Biztonságból. Most, ha nincs egy tartalék felhasználót, hoz létre.
hoz létre egy tartalék felhasználót, és akkor lesz egy biztonsági tartalék felhasználót, ha te véletlenül belepancsolsz mondjuk a grafikus beállításodba, és nem indul el a grafikus felületed, a te asztalkezelőd, ablakkezelőd, amit éppen használsz, mert belepancsoltál a config file-ba, a sajátodba, nem a rendszer szintűbe, akkor simán be tudsz lépni egy felhasználóként grafikus felülettel a tartalék felhasználóként, és utána tudod folytatni a munkádat. Egy kicsit kényelmetlen lesz, hiszen nem a saját neveden lépsz be, nehezebben férsz hozzá a saját dolgaidhoz, de esetlegesen kényelmesen grafikusabb felületen tudsz dolgozni, mintha esetleg egy terminálba kellenél átlépni, és ott elvégezni a dolgaidat, de biztos, ami biztos, legyen egy biztonsági felhasználód, amivel grafikusan szépen be tudsz lépni, ha a sajátodat szétbarmoltad. Én már csináltam így, ennek örömére mindig van egy tartalék felhasználóm, és avval be tudok lépni, és akkor adminisztrálni tudom a dolgaimat, és rendbehozni a rendszeremet. A másik gondolat, és ezt én az utóbbi időben nagyon-nagyon sokszor elvégeztem, miért kell egy felhasználó plusz felhasználó? Azért, mert én úgy végignézegettem az összes T-Link, azaz csempézős ablakkezelőt, mármint amiről már itt szó volt, és ahhoz létrehoztam egy tartalék felhasználót, egy teszt felhasználót, és az ő nevében léptem be, az ő konfigurációs fájlait túrtam szét legalább 20-szor, állogattam vissza a dolgokat, ha meg már olyan szintre leamortizáltam szerencsétlen felhasználónak a konfigurációs fájlait, hogy én se tudtam, hogy mit, hova és hogyan kéne visszaállítani, akkor letöröltem a felhasználót, és létrehoztam újra ugyanazt a felhasználót, és tiszta lappal indulhattam a tesztelésnek, a gép kínzásának, a programok kipróbálásának. Azért érdemes egy ilyen gondolatot is magatokévá tenni, hiszen ezek a T-Link, azaz csempézős ablakkezelők igazából egy-két konfigurációs fájlból állnak, és azért bemásolod az új felhasználóhoz ezt, és kipróbálhatsz valamit minden kockázat nélkül, hiszen az új felhasználóként lépsz be, és semmi, ismétlem semmi köze nem lesz a te eredeti felhasználós könyvtáraidhoz, konfigurációs fájlaidhoz, meg egyebekhez, és még véletlenül se tudsz semmit átírni úgy, hogy hát véglegesen belhajjon a te grafikus felületed, a te környezeted, vagy a te konfigurációs fájlaid. Amit tudni kell, ha létrehozol egy új felhasználót, tehát én, mint Laci, létre fogok hozni egy új felhasználót, akkor alapértelmezett könyvtárral, azoknak a beállításaival fog létrejönni, azaz olyan felhasználót kapsz alapesetbe, mint amikor te feltelepítetted a rendszert, és hát beléptél először. Nagyjából azt fogod megkapni, egy Shkel nevű könyvtárban van jellemzően, ezt azért mondom, mert általában sok disztribútor össze-vissza mindent összeírogat ide-oda, de általában egy Shkel nevű könyvtárban vannak ezek az alapbeállításos dolgok, ezt jegyezd meg. Azért jegyezd meg, mert hogyha valami konfigurációs fájlt te hát szépen átirogattál és semmiképp nem tudod már alapbeállításra hozni, akkor a Shkelből te kézzel is vissza tudod állítani. Volt blogban erről szó lényegtelen, azaz nem olyan könyvtárszerkezet, nem olyan konfigurációt fogsz kapni, amit te a saját neveden én, mint Laci felhasználó már beállítottam, hanem egy szűz újat fogsz kapni. Azt be kell majd állítani az új felhasználónak, ha ezt tesztre szántad, vagy biztonsági mentésként, biztonsági felhasználóként szeretnéd használni, akkor természetesen neked kell beállítani, ami nagyon fontos. Azaz, kell egy biztonsági felhasználót létrehoznod, illetve azt is kell tudni, hogy az bizony egy mesztelen, az alapkonfigurációval járó beállításokkal fog létrejönni. Azaz, ugorjunk is neki, ami az első lépés természetesen megnyitunk, egy terminált látható a Laci nevű gépen, a Laci nevű felhasználóként tudtam belépni, ennek örömére a nézetként egy kicsit nagyítgatunk a betűkön, azaz megnyitod a kedvenc terminálodat, és megnézed, hogy ki vagy. ID, Laci.
felhasználói nevet beírod, és ki fogja írni jó hosszú dologot, hogy bizony én vagyok a Laci, én bent vagyok a user csoportba, ez a fő csoportom. Vannak különböző egyéb csoportok is, felsorolja az összes-összes csoportot, amivel engem létrehozott automatikusan a rendszer. Itt lehet látni az LP, ez a nyomtatása rendelt csoportosulás csoport, tehát nyomtatni is tudok, videót is tudok rögzíteni, audio eszközökhöz hozzáférek, adminisztratív eszközök egy részéhez hozzáférek, tehát ezekbe a csoportokba belerakott automatikusan a rendszer. Azaz bár elméletileg egy felhasználó mindenképp kap egy alapcsoportot, azon kívül még a rendszer bele fogja neked rakni jó esetben több csoportba is, hogy különböző egyéb funkciókat ellásson. Amit meg szeretnél nézni, a rendszeredben lévő összes-összes olyan dolgot, ami érdekel téged, beütött, hogy kat, azaz macska, per etc per ps svd, tehát a password file-nak a nyitott, számodra elérhető dolgait megnézed, ki fogja írni az összes olyan időzőjelbe felhasználót, ami ebben a csoportosulásban van, a root-nak kéri azt, hogy hát mindenfajta számot, ez bennünk jelen pillanatban nem nagyon érdekel, hogy ő neki az otthoni home könyvtára a root, és a per bin, per bash, azaz ő alap shell-je. Megkeresheted a Lacit, ez én vagyok az ezres felhasználó, a home per Laci a saját könyvtárom, és ha nem nagy meglepetés, a ZSH az alap selem. Tehát minden felhasználóról ilyen alapadatokat meg tudsz szerezni, avval ne törődj természetesen, hogy vannak különböző hát technikai felhasználók, amik nem emberek, hanem amik ott háttérben dolgoznak, ezeknek megvan, hogy ki, hova, meg egyéb tartozik, a többivel nem is nagyon kell foglalkozni. Meg azt is észreveheted, hogy a X-nomád, ez egy kicsit elírtam, nem véletlen, az X-monád kipróbálására létrehozott felhasználott X-nomád nevű könyvtára, a home könyvtára, és hát ő, mivel nem állítottam át, a bast használja, alapértelmezett shell-nek, de hát oda bőven jó, hiszen egy teszt felhasználó, ami, hogyha végeztem a X-monádnak a tesztelésével, szépen le lesz gyilkolva. Ők, akinek az van odaírva, hogy no login, USR bin no login, ők nem fognak tudni belépni, tehát ezek igazából nem olyan felhasználók, akikre, hát hogy is mondjam, rá tudsz mutatni, hogy ő a Kati, a szomszédból, mert megengedted, hogy a gépeden nézegesse éppen a leveleit. Oké? A másik, beszéltünk olyanról, hogy bizony vannak csoportok. Milyen csoportok vannak? Ugyanígy a legegyszerűbben úgy nézed meg, hogy kat per etc per group. Etc. előtt természetesen egy perjel van, ahogy látjátok, leenterezitek, és látjátok az összes-összes csoportot. Ezeknek nagy része nem olyan csoport, hogy én meg a szomszéd Kati, nincs a szomszédba Kati, csak példa, az nem egy élő ember, hanem különböző funkciós csoportok, tehát bizony létrehoz a rendszer, például a floppy, hát félhetően a floppy-t használóknak a csoportja, ha nem vagyok bent a floppy csoportba, valószínűleg nem fogok floppy-t tudni használni, de az users csoportba természetesen bent vagyok, és lehet látni, hogy ebbe is bent vagyok, ebbe is bent vagyok, ebbe is bent vagyok, meg ebbe is bent vagyok, mint Laci felhasználó, és azért van elég sok csoport a dolgaink között. Nyilvánvalóan volt, csak jelzem, egy alma nevű felhasználó, aminek az alma nevű csoportja az éppen megvan, de hát azt ki is tudom törölni. Oké, tehát át tudtad nézni, hogy milyen felhasználók vannak a gépeden, annak melyik a otthoni könyvtára, a home könyvtára, egyébként jellemzően a per home, per akármi berakja bele a rendszer a saját könyvtárát a felhasználónak, ezt felül tudod iratni, de általában ezt a megszokást illenődő tartani, illetve természetesen megnézzük a csoportoknak a nevét, a csoportoknak a lehetőségeit, amiben bele tudod rakosgatni az emberkéidet, azaz letöröltem a táblát, hozzáadunk egy felhasználót. Hogyan adunk hozzá egy felhasználót? Két olyan parancs van, több is,
de gyakorlatilag egyik a script, másik pedig az alapparancs. Én az alapparancsot szoktam használni, mert az minden rendszerben bent van, ennek az inverze nem 100%. Mit akarunk? Hozzá akarunk adni egy felhasználót, user add. Ez a hozzáadó felhasználót hozzáadó parancsunk, amit érdemes használni, az add user, ennek a fordítottja, tehát a két szó fel van ő cserélve, nem minden rendszerben van meg, és hozzáadunk egy test felhasználót. Test. Ennyi. Nem ennyi. Ne is csináld, tehát user add, és a usernak a neve. Ez az alapparancs, amivel nem sokra megyünk, hanem elé biggyeztünk egy eme betűt, ami azért fontos, mert így az alapkönyvtárát, a home könyvtárát automatikusan létre fogja hozni. Nem utólag kell hozzáadni, hogy a test könyvtárat létszes a home könyvtárba létrehozni, meg passzírozd hozzá a test felhasználónak az alapkönyvtárához. Egy M betű és egy kötőjel, illetve kötőjel M betű megadásával automatikusan meg fogja ezt tenni, és leenterezzük. Hát bizony, azt hiszem, rájöttünk arra, hogy ezt a funkciót kizárólag, hát emelt joggal tudjuk megcsinálni, sudo, hozzáírjuk, és enter, bekéri az én jelszavamat, és megadom, és leenterezem, és nem történt semmi. Persze, hogy nem történt semmi, mert a Linux olyan okos, hogy csak akkor sír, ha kell. Tehát nem olyan, hogy kiírja az életrajzát akkor is, hogyha végzett. Belépünk a home könyvtárba, látható, és LS-sel lelistázzuk, és létre is jött a test könyvtár. Azaz, létrehoztuk a test könyvtárat, és létrehoztuk a test felhasználót. Hát nézzük meg, hogy valóban van-e test felhasználónk. És itt van a végén a test felhasználó. Test, ő az 1002-es számú, a home test és a bash az shellje, azaz létre is tudtuk hozni. Van pár olyan parancsrészlet, amit érdemes átgondolni, illetve hát az user add és a help vagy a man tanulmányozása mellett érdemes hát ezeket úgy fejbe tartani, nem nagyon van rá szükség, csak említésként elmondom, az user add kötőjel M létrehozod a saját könyvtárát automatikusan, nem utólag kell ezzel varázsolnod. A G, azaz kötőjel G parancs, melyik legyen a fő csoportja, azaz behelyezed egy csoportba, amiben te éppen szeretnéd, kötőjel G kapcsolót kell használni, hogyha pedig utána megadod a kötőjel nagy G, akkor nem a fő csoportját, hanem a többi csoportot is fel tudod sorolni, azaz ha teszt felhasználót beleszeretted volna tenni a CUPS nevű csoportba, mondjuk a nyomtatáshoz való, vagy LP, úgy emlékszem itt LP nevű csoportba, akkor bele tudod tenni, és akkor ő is tud nyomtani, anélkül nem fog tudni nyomtani, vagy hogyha szeretted volna beletenni az admin csoportba, tehát az administratív csoportba is, ami esetleg arra jogosult az a csoport, hogy sudoként belépjen. Érdekes mód, ez az Arch rendszer nagyon intelligensen nem adja meg a sudo jogot, tehát hogyha most tesztként be fogok lépni a rendszerbe, akkor ne, hiába ütöm be, hogy sudo, nem tudok átlépni sudoval egy másik felhasználóval, vagy root felhasználó jogosultságba, hanem suval, tehát a rendszergazdai jelszó ismeretével tudok emelt jogot beszerezni. Na, lényeg az, hogy így összetudod a csoportokat hozni. A D kapcsolóval adod meg a saját könyvtárat. Én azt mondom, hogy alapesetben, hogyha 2, 3, 4, 5, 10 felhasználót létrehozol, akkor logikus az, hogy felhasználói név, lásd teszt, és a home test könyvtárba legyen az ő hát felhasználói könyvtára, mert akkor nem keveredsz bele, de ettől el lehet térni, hogyha éppen más struktúrát szeretnél, nem igazán kellene. Kötőjel S, ez már elég haladó gondolat, hát ezzel szépen meg tudod adni, hogy bizony, milyen shellt használjon, azaz meg tudtam volna neki adni kötőjel S per bin per bash helyett, hogy hát kötőjel S per bin per zsh shellt használjon.
Ha éppen úgy érzed, hogy a rendszer alapértelmezett, selje nem megfelelő, de én hozzáteszem, kényelmesebb, hogyha felhasználó maga dönti el. Ha pedig a skelt, tehát az alapértelmezett könyvtárat, aminek a tartalmát be fogja írni a home új könyvtárba, a felhasználó új könyvtárába, azt valahova te elpiszkáltad, vagy a disztribútorod valami fura helyre eldugaszolta, és alapesetben az userad vagy adúzer nem fogja felismerni, hogy hát honnan kéne ezt tenni, nem lesz ilyen problémád, akkor az pedig a kötőjel K, az elérési útvonal megadásával tudnád megadni. Ezeket érdemes, hát hogy is mondjam, ismerni. Nem is kell fejből tudni, mert nyilvánvalóan a helpbe bent van, a manba bent van ez, de annyit kell ismerni, hogy userat, kötőjel M, és az új felhasználói név, és utána ő mindent meg fog csinálni, ezt lehet cifrázni. Oké, hát ez nagyon szép. Hiányzik valakinek itt valami? Létrehoztunk egy felhasználót. Mi tartozik hozzá a felhasználóhoz, mint nyúlhoz a fül? Na, micsoda? Hát természetesen a jelszó. A jelszó változtatása nagyon egyszerű, megadott, hogy pas, vd. Ebben a szituációban a saját jelszavadat tudnád megváltoztatni, hiszen te Laci vagy, vagy jelenleg Laci vagyok, és akként vagyok belépve, ebben megváltoztathatnám a saját jelszavamat, és természetesen nem ezt szeretném, hanem a teszt felhasználóját szeretném megváltoztatni. Figyeljünk, nem vagyok süsű, tudom, hogy a teszt jelszavát nem használhatod és cserélheted, meg nem csinálhatsz semmit, mert te az kisember vagy. Nyilvánvalóan azért nem írtam eléje, hogy sudo, hogy felhívjam a figyelmet, a sajátodat meg tudod változtatni a saját jelszavaddal, de a másikét nem. Emelt joggal légy szíves a teszt felhasználónak a jelszavát megváltoztatni, bekéri először a saját jelszavadat, azt megadod, és enter, és akkor az új jelszó, ez az új jelszó nem a sajátod lesz, hiszen megadtuk neve, hogy passvd teszt felhasználónak, megadom az új jelszót, leenterezem, még egyszer megadom az új jelszót, és kírja, hogy passvd, a jelszó sikeresen frissült. Pár olyan parancs van, ellentétben az előbb emlegetett, megcsinálta, aztán nem szólt semmit, mert természetes, hanem itt azért kiemeli, mert fontos tudnod, hogy a jelszó sikeresen frissült, azaz már van egy darab plusz felhasználunk, és van egy darab jelszó hozzá. Az ilyen plusz technikai felhasználóknak, tehát tesztre szánt, vagy bemutatásra szánt, kipróbálásra szánt dolgokért létrehozott felhasználóknak egy nagyon egyszerű jelszó kombinációt adok meg, amit teljesen 101%, hogy nem fogok elfelejteni. Oké, eljutottunk odáig, hogy a teszt felhasználunk az, hát, betöltötte a szerepét, vagy a dolgozó mondjuk így eltávozott a cégtől, töröljük a felhasználót, zerrel szeretnék valamit csinálni, és del. Hát azt hiszem, ennél egyszerű parancs nincs, és utána egy R betűt írsz, és user del teszt a hivatalos alapparancs. A hivatalos alapparancs annyit tesz még neked, hogy a felhasználót törli, de a felhasználói fiókot nem. Tehát, hogyha szükséged van még az ő általa létrehozott dokumentumokra, meg egyebekre, akkor simán annyit írsz be, hogy user del test, mármint a felhasználói neve az R, kötőjel R, azt a funkciót látja el, hogy le fogja radírozni a home könyvtárat. Itt megint azt mondom, hogyha valakinek, hát hogy is mondjam, komolyabb felszereltségű user csoportosításai vannak, mint nálam, hogy létrehozok kettőt, aztán időnként kitörölgetem, meg vagyok én, tehát ennél komolyabb rendszert csinál, az nézze meg az userdelnek azon lehetőségeit is, hogy például ő archiválni, tehát tömöríteni is tudja
a törlenődő usernek a home könyvtárát, azaz az adatok megmaradnak tömörítvénybe. Hát bizony ez akkor fontos, hogyha egy dolgozó elmegy, a usert ki akarják törölni, tehát a felhasználót ki akarják törölni, de a doksiainak meg kéne lenni, meg hát azért szeretnék tudni mondjuk egy fél év, egy év múlva, hogy ő ott mit csinált a logokból, vagy esetleg egyebekből, akkor a home könyvtárát betömörítik. Erre is lehetőséget ad az userdel, de én azt mondom, nekünk jelen pillanatban az userdel kötőjel R-teszt, az teljesen megfelel, és hát megint elmondja, hogy bocsi tesó, de te kevés vagy ehhez, sudo, és kitöröltük, nézzük meg, hogy megvan-e, LS a könyvtár, már nincs meg, Laci, és az Xmonad nevű felhasználó van a rendszerünkbe, mint egy darab könyvtárral rendelkező egyed, hát valljuk be, ennyi volt az egész. Ennek körülményére gyorsan létrehozzuk a teszt felhasználót, nézzük is meg, sudo userad mtest, igen, és kap egy jelszavat, mindjárt megkeressük, megadom a jó kis bonyolult jelszót, és akkor megint létrehoztam, hogy nézzük meg, hogy a könyvtár létrejött-e, a felhasználó létrejött-e, létrejött, miért? Mert azért ezzel a teszt felhasználóval még akarunk ezt azt csinálni. Az előzőek analógiájára a csoport hozzáadása és a csoport törlése természetesen ugyanúgy történik, csak más parancsal hozzáadunk egy csoportot, nyilván user ad, azaz hozzáadunk egy usert, a csoport az group, és ad lesz a parancs, és megadjuk a csoport nevet, akármilyen nevet adhatunk neki, én azt javaslom, hogy beszélő neveket adjunk, tehát ilyet, hogy család, iskola, ismerős, vagy akármi, az adott funkcióra megfelelő legyen a név, hogy utána fél év múlva, egy év múlva is tudjuk, hogy miért, kiknek hoztuk létre, azt a csoportosulást hozzáadjuk, oké, egyértelmű, ehhez kell sudo. Azt javaslom én általában, hogyha valaki folyamatosan hoz létre usereket, meg csoportokat, azaz komolyabb adminisztrációt végez, akkor SU-val, ha van rá lehetőség a disztribúciójába, SU-val lépjen át root emelt jogú felhasználónak, és utána nem kéri be 2, 5 vagy 10 percenként, ahogy be van állítva a SU-dot, azaz egyszer megadja a rendszergazdai jelszót, és utána már adminisztrálhat tovább. Sudo, és megadom a jelszavamat, és azonnal kész is van. Nézzük is meg, hogy ez a group működik-e, azaz létrejött-e a csoport. Csoport nevű csoportunk van, nagyon beszélő név. A következő gondolat, hogyan törlünk egy csoportot. Itt volt egy olyanunk, hogy Alma, igaz? Alma a 1002-es csoport, azt ki szeretnénk törölni, nagyon egyszerűen töröljük ki. Group del, parancsol del, és az alma csoportot kitöröljük, és megnézzük itt a másikon, mert ott kattal vissza, eltűnt a csoport. A userek, a felhasználók csoport adminisztrációja viszonylag nagyon-nagyon egyszerű. Az első, amit érdemes megjegyezni, hogy először van a csoport neve, és utána, hogy abba kit szeretnénk beletenni. Mert sok helyen láttam azt a kellemetlen helyzetet, hogy létrehoztak, mint az előzőekben én egy teszt felhasználót, majd utána létrehoztak egy teszt nevű csoportot, és utána be akarták mutatni a user mód, átrakjuk bele ezt a teszt felhasználót a teszt csoportba, és a parancs leírásából nem derült ki, hogy melyiket kell előre tenni, és melyiket hátra, azaz a helyes szintaktika az, hogy user mode, kötőjel A, ő azt jelenti az A betű, hogy az eddig meglévő csoport kiosztásod maradjon meg, kötőjel G, nagy G, ebbe a csoportba szeretném őt beletenni, majd jön a csoport, mert ebbe a csoportba, azaz abba, amiről mi beszélünk, abba szeretnénk beletenni, és utána jön a user név. Hát nézzük is meg, a csoport neve mi volt? Hát természetesen az volt, hogy csoport,
csoport, és kit szeretnénk beletenni? A Laci felhasználót, és leenterezzük, és megint kérje a természetesen, hogy jó lenne, hogyha már a Sudot elétennénk, és rögtön készen is van. Nézzük is meg, hogy ez valóban így működött-e. A legegyszerűbben úgy győződhetünk meg a jó munkáról, azaz belegyömöszöltem saját magamat a user csoportba, hogy lefuttatjuk az erre rendelt egyféle parancsot, sokféleképp meg tudjuk nézni, de a legegyszerűbben úgy tudod megnézni, hogy kat, azaz kiiratod azt a csoport összeállítást, azt a listát, amihez te hozzáférsz, tehát a kat per LTC per group, és enter, és a csoportban, a csoportban én bent vagyok, mint Laci. Megnézhetjük egyébként, hogy itt például az audio csoportban bent van a Laci, meg az MPD, az adminban bent van a Démon, meg a Laci. Tehát így végig tudjuk nézegetni, melyik csoportnak melyik és ki a tagja. A másik, hogyha nem egy csoportba szeretnéd belerakosgatni a te felhasználódat, hanem az ő saját főcsoportját, az elsődleges csoportját szeretnéd megadni, mert éppenséggel nem tetszik az a rendszer, az a kiosztás, ami számodra a disztribúcióban bent van, tehát nálunk az Arch-on, a magyar Arch rendszeren, amit éppen használunk, láthatóan úgy jön létre, hogy létrehozod a felhasználót, teszt felhasználót, és ő rögtön beleteszi a teszt felhasználó csoportba, ami egy viszonylag kényelmes dolog, hiszen a teszt felhasználó tudja, hogy az ő főcsoportja a teszt, és hogyha abba belerakosgattatja, vagy belerakosgatja, hogyha van adminisztratív joga, azokat az embereket, akikkel ő közös csoportba szeretne lenni, akkor természetesen gyorsan és kényelmesen meg tudja tenni. Az alapcsoport megadása úgy működik, hogy user mode G, kis G. Előbb nagy G volt, a nagy G az általános csoportokba való berakosgatás, a plusz csoportokba való berakosgatást jelenti, a user mode kötőjel G pedig az alapcsoportot, a főcsoportot, ami ő hozzá tartozik, az annak a megadását fogja tudni megtenni. Általában nem kell megadni, hiszen automatikusan belerakja a csoportba, létrehozza azt a csoportot, de ha változtatni akarod a főcsoportját, az alaprendszeri csoportját, akkor természetesen ezzel meg tudod tenni. A usereket természetesen egy idő után le is lehet tiltani, hogyha rendszer adminisztrátor vagy, és beütött, hogy user mode L, akkor mi a teendő? User mode kötőjel nagy L, és beírod, hogy teszt, vagy akármilyen felhasználó, és ha ezt leenterezed, mind rendszergazda, jól kitulsz azzal a userrel, mert le lesz tiltva. Nyilvánvalóan egy időre le tudod tiltani, teszem azt, van egy dolgozód, aki elmegy szabadságra, és hát egy hónapig szabadságon lesz, akkor természetesen érdemes letiltani az ő felhasználóját. Miért? Hogy más ne lépjen be az ő nevébe. Biztos, hogy ne tudjon valaki az ő nevébe a te gépeden, a te rendszereden dolgozni, le lehet tiltani egyetlen egy parancssal. Ezt én nem mutatom meg, mert hát nyilvánvalóan egyértelműen nem szeretnék letiltani egyetlen felhasználót sem, és hogyha vissza szeretnéd a usert engedni, mert visszajött szabadságról, vagy éppen letellett a büntije, hogy nem játszhat a gépen, vagy nem dolgozhat a gépen, U, nagy U parancssal fogod ezt tudni megtenni. Ahogy lehet látni, igazából a user és csoport, a group összeállítás a Linuxon nagyon egyszerű, beszélő nevek vannak, gyakorlatilag nem kell mást tudnod, mint azt, hogy hogyan hozol létre egy felhasználót saját könyvtárral azonnal, hogyan hozol létre egy csoportot. Csoportot nem hozunk létre naponta, valljuk be, hogyha átgondolod, mondjuk a család használja együtt a gépedet, vagy baráti kör használja együtt a gépet, és van 5-6-7-8 akárhány usered, ahhoz pár csoport pluszba való létrehozása, hogy szépen be tud osztani, ki hova tartozik, és hogyan tudják megosztani a következő részben megbeszélt jogokat, akkor természetesen egyszer megcsinálod, aztán kész. A userek, azaz a felhasználók csoportba való beosztása villám gyorsan meg lehet tenni, egyszerű a parancs, az előbb megbeszéltük, ha pedig valakit letiltani és engedélyezni akarsz,
a letiltás, nagyon jó, hogy ellel letiltás, nagy ellel, és újra visszaadás a nagy U betűvel lehet megtenni. Ennyi, tehát az egész nem bonyolult. A bonyolultabb, de hogy egy kicsit összetettebb inkább, így mondom, a következő rész lesz, ami már nem arról szól, hogy user van, hozol létre, aztán azt használod tesztbe, aztán amikor nem kell, lesikálod. Ennyi. Gyakorlatilag egy felhasználós, két felhasználós rendszerben ennyi a usereknek, a felhasználóknak a szerepe, hogy tesznek létrehozom, meg biztonságnak létrehozok egyet, aztán kalapkabát, ennyi. De hogyha több felhasználód van, akkor már jogokkal lehet nagyon-nagyon jól szabályozni, ki mihez fér hozzá. Azért a jogok megadásával, jogok visszavonásával, jogok írási, olvasási, beléptetési, mármint könyvtárba való beléptetési jogok szabályozásával azt szabályozunk, hogy Jancsika Józsika cuccaihoz ne férjen hozzá, de Jancsika hozzáférhessen olyan közös dolgokhoz, amit a Katival együtt tud használni, és ez nagyon fontos. És még egy felhasználós rendszerben is van ennek létjogosultsága, hiszen nem csak azt szabályozzuk a jogokkal, hogy Jancsika, Katika meg egyéb ki mihez fér hozzá, hanem azt is szabályozzuk, hogy olvasni tudsz-e egy rendszerbe lévő fájlt, tehát bele tudsz-e nézni abba a doksiba. Oké, a saját gépeden ez egy logikus dolog, de nem biztos, hogy ez olyan egyszerű, és azt is tudod szabályozni, hogy az a fájlt futtatható-e. És ez nagyon fontos, és ezért javaslom, hogy majd, amikor megjelenik a következő rész, azt is nézzétek meg. Köszi szépen, sziasztok, és mindenkinek jó próbálkozást kívánok, hiszen a puding próbálja a megevés, és mindent ki kell próbálni. Köszi szépen, sziasztok!